Mint megyei zöld óvoda, bázis intézmény szervezték a szakmai napot, melyre Tiszafüredről is eljöttek az érdeklődő kolléganők. Ez a mai nap, mint zöld óvoda bázis intézmény, egy szakmai napot szerveztünk a megyéből. Szerencsére Tiszafüredről is eljöttek az érdeklődő kolléganők, és az intézményünkből is. Mint zöld óvoda bázis intézmény, mindig próbálunk valami újdonságot, gyakorlati megoldásokat nyújtani az érdeklődő kolléganőknek, hogy a fenntarthatóságra, nevelés fontosságára fölhívjuk a figyelmet, és ezt a nevelést az óvodáskorú gyerekeknek is meg tudjuk valósítani. A szakmai napon különböző praktikákat, jól bevált gyakorlatokat adnak át a kollégáknak az előadók. Kevés elmélet, hiszen azt mindenki tudja, és minél több gyakorlatot szeretnénk megmutatni, ötleteket adni, tovább gondolásra ajánlani, hogy mindenki a saját óvodájában, a saját csoportjában, a gyermekekhez igazítva meg tudja ezeket valósítani. Hárman adunk most elő. A Nexus Egyesület képviseletében Rózsa Imre alelnök úr mondta el a fenntarthatóságra nevelés fontosságát már óvodáskorban, nagyon jó példákat hozott ő is. A kolléganőm Kovácsné Fodor Mónika, mint környezeti nevelő, szakvizsgázott óvodapedagógus, ő a megújuló energiákról, a nap energiájáról adott éppen ezekben a percekben előadást és ötleteket a kolléganőknek. Jó magam pedig egy új zöldjeles napról, a beporzók napjáról próbálok néhány ötlettel gazdagítani az érdeklődők számára. A beporzók napjához kapcsolódik a konyhakert program is, amely a SIM óvodában magas szintű. Az óvoda nagyon szép környezetben van, ahol kertészkednek a gyerekek. Kora tavasztól késő őszig vannak virágaink, mindig ügyelünk rá, hogy nyíljanak. Itatjuk is a méheket, a pillangókat, erre is fölhívjuk a gyerekek és a szülők figyelmét is. A beporzók napját március 10-én ünnepeljük. Nem régi ez az új zöldjeles nap, hiszen azért új zöldjeles nap. 2018 óta ünnepeljük, és magyar kezdeményezésre, hogy ezeket a hasznos élőlényeket óvjuk, védjük. Hoztunk mindenféle eszközt is a kolléganőknek, amit ők is megnézhetnek, továbbfejleszthetnek, és igen, képek, apró videók segítségével próbáljuk megmutatni, hogy ezt mi a SIM óvodában hogyan valósítjuk meg. A kicsik otthon elmesélik, mit tanultak az óvodában, és többen szüleikkel kertészkednek, megfigyelnek a kertben.